Határtalan dallamok kórusa is fellépett a 22. szabadhegyi szüreti napon a múlt hétvégén. A szórakoztató délután az eső miatt a művelődési házba szorult, de a hangulatra így sem volt panasz. Az idő nem volt szerencsés velünk, de be tudtunk költözni a művelődési házban, és az emberek jönnek, hála Istennek most nem esik az eső, a hangulat ugyanolyan jó, mint hogyha szabadtéren lett volna. Igazából ez a rendezvény már nagyon nagy múltra nyúlik vissza. A művelődési háznak, a helyi csoportjainak egy remek alkalom arra, hogy bemutatkozzanak. 15 órakor kezdődött a rendezvény, és a Szitakötő Néptánc Együttes kezdte a programot. Utána a Határtalan Dallamok kórusnak a fantasztikus előadását hallhatták a kedves érdeklődők, és most a gyerekekre is gondolunk, hiszen a Napvirág zenekar fogja egy fantasztikus kis koncerttel szórakoztatni a gyerekeket, és aztán utána meg a Rába Fúvós zenekar, és a végén, hát nem utcabállal, de egy esti koncerttel az Akkordeon Tánc zenekar fogja fogadni a nézőket, érdeklődőket. Karácsony Istvánné rendszeres résztvevője a Művelődési Ház által rendezett eseményeknek, és azt mondja, mindegyik programuknak fontos, közösségépítő ereje van. Nem szeretem a bort. Most a barátnőim rábeszélte, picit kóstolja meg. Egyébként én eljövök irodalmi műsorra is, a tánczenét imádom. Akkor volt, hogy kint az udvaron csináltak ezek a fiúk kint műsort. Mindenre eljövök, megnézem. Támogatni is szoktam őket, mert van, mikor bele kell dobni abba a kis dobozba, amit szánunk. Nagyon jó. A szüreti mulatságnak megfelelően szőlőt, mustot és bort is tudtak kóstolni a művelődési házba látogatók. A rendezvény pedig szokás szerint este báli mulatsággal zárult.